A tavalyi időjárás kedvezett a burgonyának, sok termett, ám alacsony volt az ára. Idén a tavaszi csapadékos hetek és a hűvös idő miatt késtek az ültetések, az azt követő szárazság és légköri asszály miatt pedig nem fejlődött jól a gumó, hiszen 25 fok felett leáll a növekedése. A másik nagy gond, hogy mikor ugye 2004-ben az EU-hoz csatlakoztunk, akkor az EU-knak 1.250.000 hektár ültetési felület volt. Lengyelország egyedül 850.000 hektárral csatlakozott ehhez. Mi, amikor termeltük, ugye Magyarországon, gondolok itt Témár, Kaba, Hajdúszoboszló környékén nagyok, az olcsó lengyel burgonya tönkrevágta ezt a gazdaságot, azok a gépek már amortizálódtak, munkaerőt is már nehezebb keríteni, tehát gyakorlatilag elég nehéz feltámasztani ezt a burgonyágazatot, de sajnos azt kell mondani, hogy most az egyik legnagyobb ez a kritérium, hogy a időjárás nagyon-nagyon nem kedvez a burgonyának. Ha pedig az időjárási viszonyok kedvezőek, akkor a megnövekedett kínálat nyomja le az árakat, amelyeket azonban nem a magyar gazdák határoznak meg. A külföldi támogatási rendszer annyival kedvezőbb, hogy a hazai termelők nem tudnak versenyképesek lenni a piacon. Pedig a szakember szerint Magyarországon kiváló fajtákat termesztenek. Magyarországon körülbelül 50 kiló körül van az éves fogyasztás, egy főre vetítve, ezzel szemben kint például Írországban 120-150 kiló. Tehát óriási, óriási. Például múltkor a norvégoknál olvastam, hogy ők előírták, hogy sült burgonyát kell lenni egész Norvégiának, mert akkora készletek vannak felhalmozva Norvégiába. Hát így az egész, mert 11 néhány ezer hektár ugye most az ültetési felület, és sajnos ez az aszályos időszak, ez nem kedvez a termés mennyiségére, tehát minél aszályosabb az idő, annál kevesebb burgonyát tudunk előállítani. Az itthon megtermelt burgonya mennyiség elegendő lenne ahhoz, hogy kielégítse a hazai keresletet. Most csütörtökön a 31. gyulatanyai burgonya bemutatón a magyar burgonyát népszerűsítik majd. 55 fajtával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, és meg is kóstolhatják a helyszínen az egyes típusok közötti különbségeket.